Szép magyar beszéd, szakkörök a Szent Annaiban, visszamenőleg is járhat a családi adóvisszatérítés, gyűjtést szerveznek a kumbadarasi nőnek. Jó estét kívánok! Önök a nagykuntsági híradót, a Karcak Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 24-én 18 óra 5 perckor. több évtizedes hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Szép Magyar Beszéd területi fordulóját az ifjúsági házban. A szép kiejtési nyelvhasználat versenyen az 5., 6. és 7. 8. évfolyamos tanulók mérték összetudásukat. A Szép Magyar Beszéd területi fordulóján Szabó Péterné, a gyermekkönyvtár vezetője köszöntötte a diákokat. Majd elmondta, hogy egy nagy múltú versenyről van szó. A szervező a köszöntőjében felhívta a figyelmet a tudatos anyanyelv használatra, a magyar nyelven való gondolkodás jelentőségére, illetve a nemzet megmaradását szolgáló attitűdre is. Nagyon nagy múltú versenyről van szó. Több mint 50 éve indították el ezt a versenyt. Nagyon-nagyon sok ember büszkélkedhet kazincidéjjal, és sokan már megkongatták a vészharangot e fölött, a verseny fölött, sőt, ugye az online formában volt tavaly akkor úgy tudtuk csak megrendezni, és nagyon sok mindenkinek ez elvette a kedvét ettől a versenytől, mert ez a versenyforma a jelenlétet nagyon is igényelni. Úgyhogy most éppen néztük, hogy, és büszkék vagyunk magunkra, hogy vállaltuk ennek a versenynek a megrendezését, mert nagyon sok település aki, a, és nagyon sok intézmény, ahol eddig ez megvalósulhatott, most nem vette föl ezt a lehetőséget és a kesztyűt. A verseny menetének ismertetése után két teremben párhuzamosan olvastak fel. Előbb a szabadon választott, majd a zsűri által kijelölt szöveget a tanulók. Összesen 26-an mérettették meg magukat. Petri Lajosi nyugalmazott általános iskolai magyar szakos tanár, Szabó egy gyermekkönyvtáros, magyar szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, Gánóci Ferenc, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium magyar szakos pedagógusa, és Brehó Mónika, a Karcagi Hírmond előtt? 26-an versenytünk itt délután, 7 8 korosztályba és 5 6 korosztályba. Az 5 6 korosztálynak véget ér a verseny ezzel a mai délutánnal, a 7 8 osok viszont kisúj szálláson egy félországos döntőn mérhetik újból összemagukat, magukat, amelynek a vége lehet egy kazinci díj. Az ötödik, hatodik osztályosok mesékkel, mondákkal készültek a zsűrinek, még a felsőbb éveseknél már megjelentek a nyelv nyelvművelő szövegek is. A zsűri által meghatározott szövegre a tanulók 10 perc felkészülési időt kaptak. Mindig könnyebb azzal a szöveggel boldogulni, amit már sokszor elolvastunk, és nagyon jókat választottak a gyerekek, tényleg a korosztályuknak megfelelő szövegeket hoztak, és ezeket nagyon igényesen, szépen olvasták el. Ezután következik egy kötelező rész, lezárt borítékban érkeznek a kötelező szövegek, ezeket a zsűri itt helyben választja ki, és itt az intézményben fénymásoljuk. Több ember összehangolt munkája kell ahhoz, hogy minden gyereknek csak 10 perc áll rendelkezésére, hogy ezt a szöveget átnézze, és úgy kell a zsűri elé állnia, és elmondania, minél kevesebb hibával. Hát természetesen itt már nagyobb volt a szóródás, hiszen szakemberek választják ki ezeket a szép irodalmi szövegeket, ezek 20. századi magyar szerzőtől származó szövegek, nem tartalmazhatnak párbeszédet, tehát nagyon fontos, hogy nem prózamondó verseny, nem előadókat vártunk, hanem értő és szépen beszélő gyermekeket. A verseny felépítése szerint az 5.-6. korosztálynak a délutánnal véget ért a verseny, viszont a 7.-8. osok közül a legjobban teljesítők kisújszálláson egy fél országos döntő színeiben mérkőzhettek meg a közeljövőben. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában Szepesvári Csaba tanárúrral beszélgettünk, de most nem a biológiáról, hanem az általa indított természetjáró szakkörről. Szeptemberben indult a természetjáró szakkör, ami azért nagyszerű, mert hazánk tájait a természetet fedezik fel a Szent Anna isok. Most szeptemberben indítottunk egy természetjáró szakkört, ami... Mint a nevében is benne van, megyünk a természetbe, és ott járkálunk. Lényegében ilyen egyszerű az egész, de ez adja az egésznek a nagyszerűségét is, mert hogy diákok és tanárok egyaránt jelentkezhetnek az iskolánkból erre a túrára, mindenkit nagy szeretettel várunk, és és az országnak különböző pontjain, hát elsősorban a hegységek, de terve van szűkebb környezetünkben is természetjáró túrákat tenni. Ezek a túrák eddig buszos kirándulásokként valósultak meg. Viszonylag sok embert egy 35-40 fős részvevőszám volt amelyből kialakult most már egy olyan jó, 15 főt számoló, kemény maga, akik ragaszkodnak, hogy minden túrára el tudjanak jönni. Ezek a túrák összességében a közösség építéséről szólnak, Arról, hogy a tanár és a, a diák uh, együtt egy nagyon szép helyen és egy, egy kellemes programot tölt el. Jártak már az Uponyi hegységben, a Medvesfensíkon és a alján. Eddig összesen három túránk volt, uh, legelsőként voltunk uh, az Uponyi hegységben, aztán voltunk a Medvesfensíkon, a legutóbbi túránk az pedig a Bükk alján volt. Igyekszünk olyan helyeket felkeresni, ahol esetleg Magyarországnak nagyon szép kulturálisan és mint természetileg fontos helyei, tehát egy kicsit azért a tanulás, mint pedagógus belecsempésztük a dologba. Elsősorban próbáljuk élvezni a levegőt, tehát az egy-egy helyen, Hogyha egy várnál vagy éppenséggel, egy természeti látványosságnál vagyunk, néhány mondatba, az adott kolléga, aki, aki esetleg ebben tájékozottabb, nyilván a, a szakjának megfelelően, ő erről beszél egy kicsit a diákoknak, de alapvetően a a fő lényeg az, hogy kint legyünk a természetben, megszerettessük a diákokkal a természetjárást, és, és amire elhagyják az iskolát, egyrészt élményekkel legyenek gazdagabbak, illetve a magát a természetjárást esetleg, ha ők is beépítik majd az életükbe, azt szívesen látjuk. Hozzáteszem, hogy már végzett diákjaink is részt vesznek ezen a túrán, és ez is e, kitűnő beszélgetés, és így látjuk is őket, hogy éppen merre haladnak, hogy haladnak. Jónás Viktória is tagja a szakkörnek. Azért jelentkezett, mert a biológia után, meg nagyon szeret túrázni. Ebben az évben egyre jobban érdeklődöm a biológia után is, mert szükségem lesz rá a jövőben is, meg nagyon szeretek egyébként is túrázni, és így ezért jelentkeztem. Mindhárom túrán ott volt. A bükk alján tett túrán Félig vezetőnek volt kinevezve. Akkor bükk jártunk, és mivel én már egy megszokott túrázó vagyok, mind a három túrán ott voltam, ezért már itt az utolsó túrán egy félig vezetőnek voltam kitéve, mivel kitonultam a jelzéseket is a három túra alatt, és így igazából már tudtam az útvonalat, hogy már menjünk. Nyáron, ahol már jártak oda családjával vagy a barátjaival, újra elmegy majd nekik is megmutatni a tájat. Már nagyon sokszor mondtam neki, hogy én nagyon szeretnék elmenni a Zalaszántói békesztupához, és hát azt mondta, hogy mivel nagyon messze van, ezért nem biztos, hogy lehetséges, de keres egy hasonló útvonalat, ahol, el tudnánk esetleg menni. A sét alatt sok új információt is kap, madarakat, fákat, érdekességeket hall tanáraitól a túrán, amit szívesen hallgat. A családi adó visszatérítéshez való jog nem veszhet el. Amennyiben a feltételek fennállnak, visszamenőleg is járhat. A lehetőség jellemzően azokat a szülőket segítheti, akik felváltva nevelik gyermeküket. Visszamenőleg is járhat a családi visszatérítés azoknak a szülőknek, akik felváltva gondozzák gyermeküket, ha a családi pótlék 50-50%-os folyósítására vonatkozó kérelmüket legkésőbb február 28-ig benyújtják a kormányhivatalhoz. Aki 2021-ben akár csak egy napig is jogosult volt a családi pótlékra, így a családi kedvezményre, az jogosult az adó visszatérítésre is. Az adó visszatérítés szempontjából most különösen fontos lehet, hogy decemberre visszamenőleg is meg lehet állapítani család Pótlékot. Ennek feltétele a kérelem benyújtása február 28-ig. A hatóságok természetesen vizsgálják, hogy a felváltva gondozás saját háztartásban és a közös szülői felügyeleti jog ténylegesen fennáll-e. Jelenleg valamivel több mint 4500 olyan felváltva gondozott gyermek van, akiknek a szülei megosztva kapják a családi pótlékot. 2020. októbere óta csak nem megduplázódott az érintettek száma. Az adatok mégis azt mutatják, hogy sokan nem tudják, mit kell tenniük és mit kell tudniuk ahhoz, hogy a családi adó visszatérítést mindkét külön élő szülő igénybe vehesse. Tudnélik, nem elegendő önmagában az, hogy a gyerekeiket egyelő időszakban saját háztartásukban gondozzák, például a gyermek egy hétig az édesanyjánál és egy hétig az édesapjánál lakik. Ezt a tényt be is kell jelenteni a családtámogatási szervnél azért, hogy megtörténjen a családi pótlék megosztása. Ez feltétele annak, hogy ugyanarra a gyerekekre mindketten igénybe vehessék az adó visszatérítést. A kérelmet a jelenleg családi pótlékban részesülő szülő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, és csatolni kell egyrészt a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak. Másrészt az eddig ellátásban nem részesülő szülő nyilatkozatát arról, hogy hova kéri a családi pótlék. Felének folyósítását. Azok a szülők, akik február 28-ig benyújtják a családi pótlék megosztására vonatkozó kérelmüket, eszi a bevallásukban vehetik igénybe az adó visszatérítést, amiben segít a Naváltal készített bevallástervezet, hangsúlyozta a pénzügyminisztérium a Karcak televízióhoz eljutatott közleményükben. Gyűjtést szerveznek annak a nőnek, akinek két hete felrobbant a házakú madarason. A detonáció hatalmas volt, a ház összedőlt, minden bútor megsemmisült. Az asszony ruhái is oda A nő éppen főzött, amikor a lángok az arcába csaptak. A keze is megégett, még mindig kórházban van. Azt mondta, ha kiengedik a kórházból, nincs hová mennie. Szeretné újjáépíteni a házát, ehhez azonban segítségre van szüksége ő önhibáján kívül járt így ezzel a házzal, most nincsen hol laknia, és ő szeretne segíteni ennek a hölgynek, hogy ezt a házat, ami mögöttem látszik, rendbe rakják. Vannak felajánlások, tehát őt megkeresték több portáról is, és keresgélte a módját, az útját, módját, hogy hogyan tudna ennek a hölgynek segíteni, és így jutott mivel ő tudta, hogy nekünk van ez az egyesület, ezért megkért bennünket, hogy így tudjuk segíteni ezt a hölgyet. Az első körben, hát a legfontosabb végül is, szinte ez az egyetlen, hogy ezt a kis házat valahogy, hát nem ezt rendbe rakni, hanem ledózerolni, felajánlások vannak az építőanyagokra, faanyagra, tetőszerkezetre, falazatra, burkolatra, ablaknyilázárokra, betonos dolgokra, meg hát pénzfelajánlás is, és egy olyan másfél szobás kis házacskát szeretnének rendbe rakni ebből a, ezekből a felajánlásokból. A nézők azzal tudnak segíteni, hogy ha látják ezt az iriportot, és ők is szeretnének, szeretnék támogatni ezt a hölgyet, akkor az Egyesületünk bankszámla számjára tudnak pénzt utalni a hölgy nevének a megjegyzésével és adomány épületfelújítás vagy épület céljára megjelöléssel. Számlaszáma 10 40 24 65, kötőjel 50 52 67 69, kötőjel 74 50 10 03. A közleménybe írják be Balog Zsoltné. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági Híradót látták. A riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcak Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!